Vonulnak be a gyerekek az aréna küzdőterére, amelyet már berendeztek a szervezők. Kosárpalánkok, bóják, labdák várják az egyenmezből öltöztetett ovisokat. A labdarúgás, a kézilabda és a röplabda után a kosárlabda is bekerült az ovi sportok közé. A Nyíregyházán rajtoló Ovi-kosár program mintegy 1000 gyereket szeretne megmozgatni ebben a tanévben. Nagyon örülünk, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével együtt tudjuk megvalósítani ezt a programot. Ez egy szakmailag támogatott program. Most már az MKOS versenyrendszerét is képezi az Ovi-kosár kupa, és Nyíregyháza az első állomásunk. A többi sportákhoz hasonlóan ügyességi játékokat játszanak a gyerekek ezen a kupasorozaton, nyilván ugye főleg kosárlabdával. Ebben a korban az a cél, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, megszeressék a sportot, megismerjék a kosárlabdát, tudjátok, hogy mit kell csinálni a kosárlabdával, hogy kell pattogtatni, hogy kell dobni, és hogy egy nagyon jó élménnyel térjenek haza, és kosárlabdázók szeressenek lenni a jövőben. A rendezvényen ott voltak a kékcápák játékosai is, akik segítkeztek a különböző feladatok végrehajtásában. Az Ovi Sport Alapítvány a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Kft-vel közösen rendezte meg a 150 gyereket megmozgató Kedd-csináló délelőttöt. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem az óvodapedagógusoknak a munkáját, hiszen nélkülük ez nem jött volna létre. Azért 10 óvodából összehozni 150 gyereket ilyen zord időjárás ellenére, ez egy nagyon nagy szó, és gyakorlatilag hiányzásmentesen itt van mindenki. Sokan dolgoztak sok munkaórát, de a legfontosabb az, hogy a gyerekeknek jót tegyünk. Ajándékokkal fogjuk őket meglepni, programokkal fogjuk őket meglepni, és tényleg a legfontosabb az, hogy a sportnak a levegőjét kezdjék el magukba szívni. A mozgáskoordinációs készség az már látszódhat. Nyilván ebben sok szerepe van a genetikának, esetlegesen a szülőknek, a korábbi sportolói múltjának, de én azt gondolom, hogy 6-7 évesen még senkiből nem dől el, hogy sportoló, esetleg élsportoló lesz. Nagyon sok mindennek klappolnia kell ehhez, viszont ha nem is sportoló és nem is kosárlabdás, de ha már megszereti ezt a közeget és egy olyan baráti társaságba tud kerülni, ami a jövőben számára egy jó élményt jelent, akkor megérte az egész. A gyerekek 10 különböző állomáson tehették próbára ügyességüket, gyorsaságukat, koordinációs készségüket. A nap végén, ahogyan az ilyenkor szokásos, az ajándékok mellé mindenki kapott egy aranyérmet teljesítménye elismeréseként.